nagy tisztesség, hogy én aféle nemzeti udvari bohóc lehettem, vagy udvari bolond. De hogyha komolyan kérdezi, akkor én a leginkább a kitalálást szeretem, tehát az újat, hogy valami olyat eszeljek ki, amit vagy én csinálok először Magyarországon a televízióban, vagy valami egészen furcsa új dolog. Arra is büszke vagyok, hogy általában olyan sorozatokat csinálhattam, amik jó hosszú ideig futottak. Tehát ahogy említettem, a leglegleg 17 évig, de a többi műsor is ilyen 10 évig, 8 évig, stb. Hogy körülbelül 30 évig a magyar televíziónak nem volt szüksége arra, hogy formátumokat vásároljon, hanem nagyon is számított a saját munkatársainak a kreativitására. Általában azért vagyok szomorú, mert a közszolgálati televízió elveszítette, vagy egész egyszerűen odapasszolta annak idején a kereskedelmi tévéknek a saját jól bejáratott műsorait, meg a sztárjait. Természetesen az, hogy az internet mint egy teljesen új világ bejött, az azt is jelentette, hogy valóban megváltozott a viszony. Ami most egyelőre látható tendencia, egyrészt az, hogy az a fajta egy televízió, vagy néhány televízió, és mindenféle műfajban készít műsorokat, az megszűnt. Ma már az én lányom például nem nagyon néz televíziót, vagy szinte alig, megnézi az X-faktort, mert azt imádja is. Én tudom én, de nem nagyon néz tévét, hanem ő számítógépen néz olyan tartalmakat, olyan műsorokat, amiket ő előre kiválaszt meg mindent. Tehát YouTube-ról innen-onnan lehívja, stb. Én szerintem viharos gyorsasággal fog a televíziózás átalakulni. Még azt se tudjuk, hogy lesz-e egyáltalán ilyenfajta televíziózás, mint most.